Szőlőcukor, csokoládé, ásványvíz és üdítő, szinte minden diák vitt magával valami cukros nasolnivalót és folyadékot a középszintű írásbeli érettségire. Tolnán a Szent István Katolikus Gimnáziumban 52-en kezdték meg az idei vizsgákat. Voltak, akik megpróbálták a padjukat egy-egy kabalával is otthonosabbá tenni. Két kabalát is hoztam magammal, egy ilyen kis unikornist és egy kis csacsit. Ezt az unikornist a ballagásomra kaptam egy csokorhoz, és számomra fontos személyektől kaptam, akik meglepetésszerűen jöttek el a ballagásomra, ezért is nagyon fontos nekem. A diákok reggel 8 órától délig dolgozhattak a feladatlapokkal. Az első szövegértési feladat idén a játékfogalmával és a játékkutatással foglalkozott. A legtöbb érettségiző szerint, bár a szöveg száraz volt, nem volt igazán nehéz megoldani a hozzá kapcsolódó tesztet. Szövegértési feladat egész egyszerűnek éreztem, habár maga a szöveg igazából nem volt annyira egyszerű. Egy ilyen játékokkal kapcsolatos szociálpszichológiai szöveg volt. A második felében ott sem akadtak igazából különösebb gondjaim. Az első feladatlap második részében egy érvelési vagy szövegalkotási feladatot kellett megoldani. Idén egy a szinkronizált filmekről szóló érvelést, vagy egy régészeti leletről szóló hivatalos levelet választottak a diákok. Ezután egy Mándi Iván novellához kapcsolódó műelemzést, vagy József Attila és Radnóti Miklós egy-egy versét összehasonlító elemzést kellett elkészíteni. Egy kicsit nehéz volt, mint 20. századit elemezni. Ugye mindig klasszikus novellának az elemzését tanuljuk, ahol egyértelműen el lehet határolni az egyes részeket. Most itt a 20. században ez már így kicsit átcsúsztak az egyes részek. Az idei írásbeli érettségig kedden a középszintű matematikával folytatódnak.